Az idei évben eddig nem sok babér termett az arany számára. Az évelei 1300 dollárról hullám hegyen és völgyeken vasutazott át az árfolyam, csak hogy megérkezzen a mostani 1215 dollárra. Ez akárhogy is vesszük, 6,5%-os negatív teljesítmény. Nyomasztóan hat az árfolyamra a kamatok emelkedése az Egyesült Államokban. A 10 éves amerikai államkötvények hozama mostanra 3% fölé ment fel, az irányadó kamatrátát pedig 2 és 2,25% közé növelte a Fed legutóbb szeptemberben. Az emelkedő kamatok miatt az arany veszít vonzerejéből, hisz miközben az arany nem termel kamatot, a szintén nagy biztonságúnak számító állampapírok egyre szebb hozammal csábítanak. Maradjon velem, már is kezdünk! A növekvő kamatok erősítik a dollárt is, hisz annak, aki az amerikai állampapírok hozamából részesülni szeretne, vagy egyéb dollár alapú befektetésre vágyik, dollárt kell vennie tervei megvalósításához. Ez növeli a dollár iránti keresletet, aminek eredményeként a dollár felértékelődik. Az euróval szemben például 5%-ot erősödött idén a dollár. Ez nem kedvez a dollár térségen kívüli aranyvásárlóknak, akiknek a dráguló dollár miatt érezhetően mélyebbre kell most a zsebükbe nyúlniuk, ha egy uncia aranyat vásárolnának. A forint ellenében pedig már több mint 10%-ot értékelődött fel a dollár az év eleje óta. Így áll elő az a kettős helyzet, hogy bár dollárban számítva 5%-kal kerül most kevesebbe az arany, mint még januárban, forintban számolva azonban pont, hogy 5%-kal feljebb került az árfolyam januárhoz képest. De talán mégsem ez a dollár térségen kívül érzékelhető drágulás lohasztja az arany iránti vásárlási kedvet a legjobban, hiszen mindezek dacára Európa szerte, így Magyarországon is kifejezetten erősnek mondható a fizikai arany iránti kereslet, legalábbis ami az őszt illeti. A spekulatív piaci szereplők azok, akik igazán hevesen püfölik a nemesfémet. Az úgynevezett short, azaz eladási pozíciók volumene a határidős tőzsdéken az év folyamán rekordszintre emelkedett. Mégis vannak elemzők, akik látni vélik a fényt az arany számára az alagút végén, bár rövid távon nagy a bizonytalanság, az erőtlenül alig 1200 dollár felett oldalazgató aranyárfolyam láttán, közép és hosszabb távon több elemző is optimista. Egyrészt az extrém short pozíciók miatt lenghet lendületesen vissza is az inga, másrészt az USA kamat előnye csökkenhet, ha például Európában is kezdetét veszi a monetáris szigorítás 2019-ben. Az arany malmára hajthatja a vizet a gazdasági növekedés várható lassulása, aminek előjele lehet a részvénypiacokon legutóbb világszerte végig söprő árfolyam csökkenés. És ne feledjük az inflációt, amely az októberi 2,5%-ról egyes becslések szerint 3,5%-ra kúszhat fel jövőre Amerikában. Ez terelhetné az arany felé a befektetőket, végtére is az arany bizonyítottan a legjobb értékőrző eszköz a pénzromlás ellen. A Goldman Sachs befektetési bank szakértői legutóbbi elemzésükben egyenesen extrém vonzó vételi lehetőségként jellemzik a nyersanyagpiacokat. Az aranyal kapcsolatban úgy fogalmaznak, hogy miután a piacok a Fed 12 várható kamatemeléséből 10-et már beárasztak, megtorpanhat, sőt, visszájára is fordulhat a dollár drágulása. A hagyományosan jó szimatú Goldman elemzők azonban leginkább az amerikai gazdaság növekedésének lassulására alapozzák az aranypiaci optimizmusukat. Úgy vélik, hogy erre való válaszként a defenzív eszközök iránti kereslet növekedni fog, és ebből az arany profitál majd. Mindez kiegészülve a jegybanki aranyvásárlásokkal, szerintük igazán okot az optimizmusra.